Az ukrajnai közigazgatási reform célja a decentralizáció, vagyis Kijev hatalmának és befolyásának gyengítése, nagyobb jogkörök átadása a regionális szintekre. Barta Józsefet, a KMK-szal elnökét, a Kárpátaljai megyei tanács első elnök helyettesét kérdezem, milyen kulturális vagy gazdasági önállóságot kapnának pontosan az újonnan megalakuló kistérségek? Mi üdvözöljük a decentralizációt, hisz azt szeretnénk, hogy minél nagyobb önkormányzatiság legyen Kárpátalján, és az önkormányzatok minél nagyobb, minél erősebb jogkörökkel rendelkezzenek, ha ehhez garantálva vannak a szükséges források is, amelyek a jogkörök gyakorlásához szükségesek. A helyi önkormányzatok úgymond a saját gazdasági, szociális és kulturális életük szervező, irányító és fenntartói lesznek. Ehhez plusz forrásként a személyi jövedelemadó 60%-át megtarthatják, azon kívül a helyi adókat, mint amilyen a földadó, a vállalkozási adó, az ingatlanadó, és még sorolhatnám, teljes egészében ott marad az önkormányzatnál. Legnagyobb nyereség talán az lesz az önkormányzatok számára, hogy a most még állami tulajdonban lévő földterületek, ami Kárpátalján több mint 140 ezer hektár, ezek a megalakult kistérségek tulajdonába mennek át, tehát ezzel a földdel gazdálkodhatnak majd a helyi közösségek. Fogalmazhatunk úgy, hogy a kárpátaljai magyar politikai érdekképviselet sikere az, hogy Kárpátalján a magyar településekkel fognak egyesülni? Azt hiszem, igen, hiszen elég erőteljes előkészületi munka és lobby előzte meg a szavazást, ami a múlt hét csütörtökön történt a megyei tanács közgyűlésén, és amelynek során elfogadtuk Kárpátalján a kistérségek létrehozásának, megalakításának perspektívikus tervét, és ebbe a tervbe a mi szándékaink teljes egészében bekerültek. Tehát az, amit mi akartunk, hogy a magyarok által többségben lakott települések saját kistérségeket hozzanak létre, és ne kerüljenek ukránok által többségben lakott kistérségekhez, amelyben most, ha gyermekként élhetnék a jövőjüket, hanem a sorsuk meghatározó irányítói szervezői lehessenek. Ez teljes egészében megvalósult. Minden szándékunk belekerült a tervbe, és ez nagy többséggel a megyei tanácsban 49 szavazattal meg lett szavazva, tehát a 8 KMKSZ-es frakció magyar képviselőn kívül az ukránok is nagy többségben megszavazták. 56 képviselő volt jelen összesen, ez a szavazat volt a legnagyobb számú, tehát mi kaptuk a legnagyobb szavazatot, azaz ennek a szavazásnak az eredményeképpen a perspektívikus tervbe bekerültek az ungvári járásban a homoki, szürtei, csapi, nagydobronyi kistérségek, a beregszászi járásban a beregszászi, a bátyúj és a kaszonyi, a nagyszülősi járásban a Tiszapéterfalva és a Tiszaújlaki, illetve a Huszti járásban a Viski kistérség is, úgy, ahogy az korábban a benyújtott tervben is benne volt, illetve még a szürteit és a kaszonyi kistérséget az ottani közösségek, az önkormányzatok kérésére, akik egyébként nem csak kérték, hanem már el is indultak a létrehozás folyamatának megvalósításában, ebbe a tervbe is bekerült. Akkor a következő lépés felkészülni az ukrajnai önkormányzati választásokra, amelyet már az új területi egységeknek megfelelően fognak tartani, és a tervek szerint 2020. októberében tartanák, de lehet, hogy ezt is előre hozzák, akár már tavasszal megtarthatják. Valószínű, és ennek, mivel ez valószínű, és várható tavasz közepe vagy véget táján, mindenképpen április vége az az időszak, amely reális, tehát addigra a kistérségek megalakítása is befejeződhet, és ki lehet írni az előrehozott önkormányzati választásokat. Azonban még azt meg kell, hogy előzze ennek a tervezetnek az érvényesítése. Tehát ez csak egy tervezet, ez csak egy dokumentum, ez csak lehetőség arra, hogy a kistérségek megalakuljanak. Elhárult az akadálya annak, hogy esetleg Kijev azzal utasítsa vissza a kistérség megalakulását, vagy a kormányzó, akinek hatáskörébe tartozik, hogy nincs meg a terv, illetve nincs benne a tervben. Tehát azoknak a közösségeknek, azoknak az önkormányzatoknak, akikről ez a tervezet szól, most már ezt végig is kell csinálni. Ez egy hosszabb procedura, de ennek jogi akadálya most már nincs, csak akarat kell, és akkor meg lehet valósítani, létre lehet hozni, és akkor az új adminisztratív felépítéssel ki lehet írni a választásokat, és neki menni a választásoknak, hogy a választásokon való jó szerepléssel tudjuk garantálni azt is, hogy itt regionális szinten és helyi szinteken ott leszünk, ahol a döntések rólunk is szólnak, és azokat a döntéseket befolyásolni is tudjuk. A kárpátai magyarság érdekében, a magyar közösségünk érdekében is. Barta Józsefnek köszönöm a beszélgetést. Köszönöm.
Az ukrajnai közigazgatási reform keretében tehát Kárpátalján a magyar településekkel fognak egyesülni, nem csatolják őket ukrán többségű városokhoz vagy falvakhoz, ami a kárpátaljai magyar politikai érdekképviselet kitartó harcának az eredménye.